Ez volt az első készülők, innen indult végül is a gyűjtői szenvedélyem. Ezt kaptam 14 éves koromban, ez tökéletesen üzemben a mai napig is. Több mint 12 évet 14 éves korában fertőzte meg különös hobbija Johanovics Lászlót, az akkor még kamasz fiú nálánál évtizedekkel idősebb híradástechnikai eszközöket kezdett gyűjteni. Igazából 14 éves koromban édesapám hozott nekem egy videóton készüléket, és tulajdonképpen maga a készüléknek az elrendezés, az esztétika egy magával ragadt. És attól perctől kezdve kezdtem el gyűjteni, tehát elkezdett érdekelni az elektronikája, sokkal több készüléket szerettem volna összegyűjteni, megtetszettek végül is ezek a készülékek, tehát maga a külső, ami annyira megfogott, és utána kezdtem el vásárolni, illetve ajándékba kapni tévékészülékeket, lemezjátszókat, lemezeket, tehát ilyen régi híradástechnikai eszközöket. Készülékeim tartalmaznak rádiókat, lemezjátszókat, illetve magnetofonokat, rádióban kb. 110 darab van. Televízióban 20-25 darab, lemezjátszóból is egy olyan 10-18 darab van, illetve még egy olyan 150 darabos lemezgyűjtemény. Érdekes ugye, mert ma már egy telefonon, ami mindegyikünk zsebében ott van, elfér a televízió, a rádió, a zenehallgatás, minden egyéb. Itt azért a 40-es, 50-es, 60-as években az emberek a rádión keresztül tájékozottak a világról. Tehát a rádió volt, ha fogalmazhatok úgy, az internet. A rádió kezdetén igazából középhullám, hosszú hullám és rövid hullám volt. Viszont az 50-es években bejött az ultra rövid hullám, FM, mai néven így ismeretes. A rádió érdekessége, hogy mint a zongora billentyű, úgy helyezkednek el a különböző állomásváltók. Bármely gomb lenyomásával a készülék üzembe helyezhető, és várni kell ilyenkor. Tehát ugye ez nem szólal meg azonnal, ezekben még elektroncsövek vannak, aminek kell pár másodperc, mert ugye bemelegednek, és utána üzemképes a rádió. A tárlaton most kiállított szinte valamennyi rádió és tévé üzemképes állapotban van, a berendezések viszont koruknál fogva gyakran nem így jutnak el a gyűjtőhöz. Első ízben mindig próbáltam olyan készülékeket vásárolni, vagy olyan készülékeket kaptam, ami üzemképes, illetve jó állapotú. Most már azért próbálom tudásomhoz mért az elektronikai részét is megjavítani, illetve elsőként mindig a külső, amit rendbe szoktam tenni, tehát különböző munkákat igényel, tehát csiszolási munkák, hiszen ezek ugye még fából készültek, ezek a rádiók és televíziók, tehát elsőként mindig a külső, amit megpróbálok helyreállítani, és utána jön a belső része. Az elektronikai részében van segítségem, egy több idős műszerész szokott nekem segíteni, hogy mit, miért, és hogy mik azok, amikre oda kell figyelni. Illetve, hát nem ez az, tehát már kb. Egy jó pár készüléket sikerült megjavítanom, megvannak azok a tipikus hibák, amik. Tehát ugye ezek a 20-30 éve felkerültek a padlásra, azóta ott állnak, porosodnak, a legtöbb általában ilyen kontakthibák vannak, amiket nagyon egyszerű orvosolni.
Szinte hihetetlen, de amint az el is hangzott, a fiatal gyűjtő azt mondja, előfordul, hogy egy-egy igazán ritkán, de felújításra szoruló darabot ajándékba kap, például egy padlástér romtalanítása után, és az sem ritka, hogy úgynevezett donorkészülékeket kell felhajtani a bolhapiacokon. Az 50-es, 60-as években készült rádiók és televízió készülékekből még több felelhető, akár padláson, garázsban, illetve különböző vásárokban is. És akkor hát tehát van olyan készülék, mondjuk, hogy tehát kettő egyformából egy születik, mert, de akkor az egy az üzemképes lesz és felkerül a polcra. Természetesen nem bírtam megállni, hogy rákérdezzek, miért nem például modern Blu-ray vagy MP3 lejátszókat gyűjt egy a 20-as évei közepén járó fiatalember. Nem tudom. Tényleg akkor az első videótól rádiót megkapta, és az annyira magával ragadt, hogy elhatároztam, nekem még több kell. Még többféle, még több fajta készülék, és vannak olyan készülékek, amik napi használatban vannak. Johanovics László egészen lenyűgöző a múltat idéző tárlata január 8-áig tekinthető meg a Tolnai Magházban.